tehetnénk még inkább sikeresé az utánpótlást. És akkor itt beszélnek arról, hogy ez a siker az utánpótlás nevelésben az azért nem annyira egyértelmű dolog, mert nem arról van szó, hogy itt minden bajnokságot nekünk kell megnyerni. Sikert mi úgy határoztuk meg, hogy minél több vízilabdás legyen az EGRI vízilabda klub kötelékében, minél többen ismerjék meg ezt a kiváló sportágat, annak érdekében, hogy később egészséges, boldog és sikeres felnőttek legyenek. És ezek közül is a legsikeresebbek, a legtehetségesebbek pedig akár élsportolókká, bajnokokká, válogatott játékosokká, vagy esetleg olimpiai bajnokokká váljanak. Ehhez szeretne az EGRI vízilabda klub minden egyes segítséget megadni, minden lehetőséget, hogy ez sikeres váljon. Amikor ezeket a célokat kitűztük tavaly, akkor párhuzamosan a látványcsapatsport törvényt is elfogadta a parlament, ami hatalmas lehetőséget kínált nekünk. Új dimenziók írtak meg az utánpótlás nevelésben, végre a fontosságának megfelelő helyre került az utánpótlás. Úgy gondolom, hogy már az is egy hatalmas siker, hogy egy sikeres sportfejlesztési tervet adtunk be, amit elbíráltak, és sikeres határozat volt, és ezt a keretet sikerült is feltölteni. Ez nem egy olyan friss dolog, de most van bejelenteni. És ezúttal is szeretném megköszönni azoknak a cégeknek, azoknak a támogatóknak, akik méltónak találták az EGRI vízilabda klubot a támogatásra. Ezeknek a cégeknek a listája egyébként a honlapon szerepel, úgyhogy ezt azt meg tudják találni ott. Úgyhogy ennek a programnak a megvalósítása az tulajdonképpen abból áll, hogy végre a kiváló szakembergárdánkat előképpen meg tudjuk becsülni. Olyan szakemberek dolgoznak nálunk Tóth Kálmán szakmai vezető keze alatt is, akik eddig is nagyon sokat tettek a vízilabda sportért, és végre méltóképpen meg tudjuk őket becsülni, és tudjuk őket támogatni mindenben, és úgy gondolom, hogy tudjuk szélesíteni is a spektrumot, mert például elindult az edzőképzés Egerben, Eger városában, tehát már az idei évtől kezdődően Egerben is edzőket képezünk, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy lépés. Ezen kívül úgy tudjuk jó körülményeket teremteni a fiataloknak, a játékosoknak, hogy igazából a szülőknek nem kell mélyen a pénztárcájukhoz nyúlni, nem kell mélyen benyúlni a zsebükben. Gondolok ilyenre, hogy sokkal sűrűbben tudjuk őket versenyeztetni, edzőtáboroztatni tudjuk őket, tornákat tudunk itthon rendezni, és igazából minden utánpótlás játékos hozzá is sportfelszereléshez. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen azt szolgálja, hogy jobb vízilabdások, jobb sportemberek legyenek. Van még egy dolog, ami számomra nagyon fontos volt, illetve nagyon fontos, az pedig az, hogy az utánpótlás mellett is sikerült egy olyan egészségügyi stábot létrehoznunk, ami azt gondolom, hogy ebben a sportban talán példátlan. Idősebb Halmos Péter vezetésével nap mint nap dolgoznak együtt a gyerekekkel, különböző szűrővizsgálatokon vesznek részt, terheléses, antropometriai és tudalmi vizsgálatokon, közben pedig egészségügyi és táplálkozási tanácsokat is kapnak, mind a szülők, mind pedig a gyerekek. Leültünk közösen Hauser tanárúra, illetve Rugosi Dénessel, hogy hogyan tudnánk ezt a problémát megoldani, és arra jutottunk, hogy közösen a főiskola, illetve az Egertermán közösen egy olyan projektet elindít, amivel ezt meg tudjuk oldani, és a strand 50-es medencére egy sátrat tudunk építeni, ami természetesen csak szezonálisan lesz felállítva. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a következő téltől kezdődően ez már üzemszerűen működik, és újabb távlatokat is meg, úgy gondolom, nem csak az EGRI vízilabda klub életében, hanem az EGRI sport életben is. És ezért külön köszönöm tényleg Rugosi Dénesnek, az Egertermán igazgatójának, illetve Hauser Zoltán tanárnak, a főiskola rektorának, hogy látta ebben a lehetőséget, és látta azt, hogy ezzel a közös együttműködéssel nagyon nagyot tudunk előrelépni. A beruházást maga a főiskola Szabadidő Sportegyesülete hajtja végre. A fejlesztés az ő pályázati keretükön belül történik. A kezelői és az üzemeltetői leszünk mi, tehát az Egertermán Kft. Az üzemeltetést fogja biztosítani természetesen. A sátor maga egy 66x30x10 méter befogadó
méretű légbefogásos sátor lesz. Az elkészülése az pontos napot, óra, percet nem tudok mondani, de az elterkedő 3 héten belül várható. És természetesen a felállítása az egyrészt az időjárás, másrészt a megérkezés függvénye lesz. Ez, amit a Várányi amikor már említett, hogy ez igazából a jövő szezonra lesz már egy jól használható készség. És természetesen ennek kapcsán szeretnénk egy még intenzívebb, még nagyobb mértékű együttműködést mind a két vízilabdaklubbal kialakítani. Nem tudnánk még inkább közrehozni a gyerekeket, még inkább megkönnyíteni a szülőknek a dolgát azzal, hogy bejönnek ide a vízilabdázni. Hogyan tudnánk még inkább bevezetni a gyerekeket, és ekkor jött az az ötlet, hogy megkeresünk egy iskolát, és a tulajdonképpen intézményes rendszerben vízilabdázhatnak a gyerekek, kihasználva azt, hogy a mindennapos testnevelésnek a kívánalmai. Ez tulajdonképpen szintén egy nagy lépés. Ezért kerekkerestük annak idején a főiskolának egy apróló általános iskoláját, egész pontosan Sándor József igazgató urat, és felvázoltuk neki a tervünket, és teljesen pozitív fogadtatása volt. Látta benne ő is a lehetőségeket, és büszkén mondhatom, hogy igazából a következő tanévtől kezdődően ez az együttműködés, ez el is indul. Napon játékos vetélkedők lesznek, nem csak a gyerekeknek lesznek programok, hanem a szülőknek egyaránt. Lesz egészségügyi tanácsadástól kezdve táplálkozási tanácsadáson keresztül mindenféle, és illetve be fogjuk mutatni mind a gyerekeknek, mind a szülőknek, hogy miért érdemes ezt a sportágat választani. Találkozhatnak a gyerekek is az aktuális bajnokcsapat tagjaival. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó hangulatú kis délelőtt fogunk tudni együtt tölteni az április 7-én.